Fejős teheneket és kis bocit is láthattak a kóprali résztvevői csütörtök délután. A baranyai csípőtelekre érkeztek a résztvevők, ahol bemutatták, milyen körülmények között tartják az állatokat. Megnézhették a forgó fejű állomásokat is, ahol mintegy 70 tehén ad tejet egyszerre. Azt mondanom se kell, hogy a kópcsoportnak a legnagyobb beszállító partnere a Bonafar csoport, közt a tej és tejtermékekbe a Szólemizó, és ugye a hentesáróba és a húsba PIK, és a egyéb Bonafar tagoktól is baromfi és tőkeos és beszerzésre kerül. A tejipari cégnek is fontos, hogy kapcsolatban legyen a kereskedelmi vállalkozással. A Coop az egyik legfontosabb partnerünk, ugye széles bolthálózattal rendelkezik, szinte minden településen megtalálhatók a Coop boltok, ezáltal a mi termékeink is el tudnak jutni a fogyasztók széles köréhez. Ugye mi pedig egy elég széles tej termékválasztékkal rendelkezünk. Fontos, hogy GMO-mentesek ezek a termékek, emelte ki a kereskedelmi igazgató. Egyébként az idei Coop Rallyn a nyugat-magyarországi élelmiszergyártókat és forgalmazókat keresték fel szerdán és csütörtökön.